valahára üdvözlöm! Már olyan régóta várjuk! Pavila kiment maga elé az állomásra. Jöjjön! Szabó egyéniségekre van szükségünk! Ezért is örülök a lehetőségnek, amikor is megvitathatunk néhány alapvetően fontos, az ország léte szempontjából meghatározó jellegű kérdést. Mindenek előtt, mint egy előzetes felmérésként, megkérdezném önöket, mi a véleményük arról, ha engem választanának meg? Hölgyeim és uraim, ideje, hogy ma esti díszvendégünket szólítsam ide. Hangosabban! Szükségtelen bemutatnom őt önöknek, hiszen mindannyian jól tudják, Skócia legkitűnőbb fiainak egyikéről van szó. Azt hangosabban! Is tudjuk, míg Londonban is nagyra becsülik az érdemeit, ám ugyanakkor őt tartják a legkíméletlenebb kritikusnak. Megkérem, tisztelje meg bennünket, szóljon hozzánk néhány szót. Erősítse meg hitünket, hogy ezen a rendkívüli fontosságú választáson van esélye a jelenlő... Hadd beszéljen a vendég! Van esélye Skóciának a győzelemre. Csak ő rá várunk! Halljuk! Az est díszvendégének. Igen! Hölgyeim és uraim, elnézést kérek önöktől, ha kissé határozatlan vagyok. Megmondom őszintén, oly érdeklődve hallgattam az elnök úr hízelgő szavait a következő felszólalóról, hogy egy kis ideig rá sem jöttem, valójában rólam beszél. Elhiszik nekem, remélem, micsoda kimondhatatlan boldogság és megkönnyebbülés számomra eltölteni legalább egy kis időt az önök megtisztelő társaságában. Boldoggá tesz ez a rendkívül meleg fogadtatás, megkönnyebbülté pedig az a tudat, hogy amíg önökkel vagyok, elfeledkezhetem legalább egy időre a sok gondról és bajról, amellyel naponta találkozom. Amikor néhány napja a Highland Express-szel utaztam ide Skóciába, elbűvölve néztem, milyen építészeti remekeket alkottak meg a skót építészek. Egy csodálatos utazás közben nem is gondoltam arra, hogy hamarosan ilyen fontos politikai nagygyűlésen kell megjelennem. Egész másféle programot terveztem magamnak. Egészen másfélét. Biztosan vadászni akart! Az veszélyes lett volna, nem tudok célozni. Minden esetre nem hittem, hogy ma este itt állok majd önök előtt, s egy ilyen ragyogó államférfi érdekében beszélek, mint ez a férfi itt mellettem. Bár önök nálam biztosan jobban tudják, milyen fényes politikai karrier előtt áll ő. Üdvözlöm tehát a parlament leendő tagját, az önök jelöltjét, Mr. McCrocodile. Azt tudja, hogy nem ez a valódi neve? Hát, hogy ne tudnám, de remélem megbocsátja, miért ezen a mindenki által kedvelt, közismert nevén szólítom. Hiszen így ismeri őt mindenki mindenhol, a parlamentben is. Hölgyeim és uraim, beszélgessünk el néhány témáról. Tessék! A halászatról! Vagy a henyélő gazdagokról! A henyélő gazdagok? Ehhez a témához tudok legkevésbé hozzászólni, mivel sem gazdag, sem henyélő nem vagyok. Sokat dolgoztam az életem során, azt hiszem, sok munka vár még rám. Kétkezi munkát is végzel? Igen, végeztem, s átéltem, milyen érzés a magány, s milyen érzés, amikor az egész világ ellenem fordult. Senkinek nem kívánom ezt az állapotot. Ajánlom ezt mindannyiuk figyelmébe, s kérem önöket, határozzuk el most itt együtt, hogy ezt a világot boldogabbá tesszük. Egyetlen nemzet se harcoljon a másik ellen. A szomszédok békében éljenek egymással. Senkit ne üldözzenek a meggyőződéséért. Mindenkinek legyen tisztességes munkája, mindenki segítse embertársait. Ne legyen többé urrá rajtunk a gyűlölet, a gyanakvás, a félelemékkel. Ilyen világot képzelek el én, és ilyen világot akarnak önök is. Köszönöm. Ennyit akartam mondani. Jó éjszakát. Be kellett fejeznem a gondolatmenetet. Hallja magát, igazán nem könnyű követni. Most nyilván azt hiszi, okosan cselekedett. Felügyelő, szóljon a fogolynak, ne inzultáljon. Magának ehhez semmi köze. Nagy erők indulás. Mondja, miért nem hiszi el, hogy igazat beszélek? Már meggyőződhetett arról, hogy úriember vagyok. Mindegy, hisz vagy nem hisz, de tegyen meg egy szívességet. Hívja fel a kanadai nagykövetséget Londonban, és mondja meg nekik. Jó, rendkívül fontos hadititkokat akarnak ellenséges ügynökök kijutatni az országból. Én semmit sem tehetek a hülye rendőrség miatt. Fölfogta végre.
Majd kacagni is fogok, ha mond egy jobb viccet. Képtelen megérteni, miről beszélek. Intézz el azt a telefon, nagyon kérem. Hivatkozzon rám. Megteszi ezt nekem? Nem. Jó ét. Elnézést, hölgyem, önnek is velünk kell jönnie. Ugyan miért? Azonosítania kell a foglyot odalent. Jöjjön velünk a rendőrségre. Micsoda? Néhány perc az egész. Jó, ha feltétlenül szükséges, menjünk.